Levelet és fizetési felszólítást is kapott a kormány az Európai Bizottságtól a menekültügyi szabályokról hozott uniós bírósági ítélet miatt, írja Népszava. A lapnak a bizottság szóvívője azt mondta, hogy a levélben tájékoztatást kértek arról, hogy Magyarország hogyan kíván megfelelni az ítéletnek. Másrészt 45 napos határidőt szabtak a 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az Európai Unió bírósága június közepén szabott ki pénzbírságot Magyarországra, amiért nem teljesítette a testület egy korábbi ítéletét. Ennek egyik része a 200 millió eurós összeg. Emellett további napi 1 millió eurós bírságról is döntöttek, amit Magyarországnak addig kell fizetnie, amíg migrációs és menekültügyi szabályait nem hozza összhangba az uniós elvárásokkal. Na de ki fogja ezt valójában megilletve kifizetni? Latman Tamás nemzetközi jogást kérdezem. Jó reggelt kívánok! Miért kaptuk pontosan ezt a büntetést, és mi lesz, so, mi lesz a sorsa ennek a hát messziről is jól látható összegnek? Hát a büntetés azért jött, mert ugye az Európai Bíróság, az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság által megkezdett kötelezettségszegési eljárásban egyszer kimondta, hogy a bizottságnak van igaza. Ennek jogi következménye az, hogy olyankor az érintett tagállamnak együtt kell működni a bizottsággal a feltárt jogsértések, szabályszegések ki érdekében. Ez nem történt meg, sőt a magyar kormány nem, hogy ezt nem tette meg, de mindannyian a nézők is láthatták, hogy politikai kommunikációs eszközként használva a vitát, még olyan jogszabályokat is alkotott, hogy még inkább ellentétes volt ezzel, és hát a második körben a bíróság ilyenkor megállapíthat egyfajta büntetést is, és sajnálatosan erre került a sor. De ugye ez már egy 2020. decemberére visszanyúló történet, ha jól tudom, hogy hát az, az előzménye? sokkal régebbre, hiszen 2020-ban az a bírósági döntés született meg, amiben azt mondta ki a bíróság, hogy itt a 2016 óta folyamatban lévő migrációs politika és a kormány azzal kapcsolatos politikája az, ami jogilag igen erősen aggályos. És hát én is, és sokan mások is elmondták már 2016-tól folyamatosan, hogy ebből nagyon nagy baj lesz a kormány úgy gondolta, és ez egy tudatos politika volt a kormány részéről, tehát senki ne gondolja azt, hogy a kormányban mindenki megbolondult, meg nem értik az EU-s alapvetéseket, de hogy nem, nagyon jól értik, csak egy olyan kockázatos játékba kezdtek, hogy a vélt belpolitikai politikai előny érdekében, ami ugye a migráció politikai témává irányítása volt, hogy ez politikailag hasznos lehet, és igazuk volt, hiszen az összes választáson azóta a téma a migráció. Csak hát az a probléma, hogy közben tönkre megy bele az ország. Eltöttünk ugye a bírságig a sok-sok év alatt. Hát most kevés a realitás annak, hogy most rohannak a sárga a postára, és befizetik ezt a bírságot. Mi lesz, hogyha nem teljesítjük ezt? Meddig kell ezt kifizetni, és mi lesz, hogyha nem fizetünk? De mielőtt választodok erre a kérdésre, kicsit olyan vagyok, mint Murdicka, akinek mindenről ugyanazott az eszében, nagyon sajnálom, de el kell mondani, mert hozzátartozik. Hogy egy viszonylag ismeretlen, újszerű helyzetben vagyunk. Mert a kötelezettségszegési eljárások jellemzően nem szoktak idáig elmenni. És amikor volt egy-két eljárás, ami elment, akkor ott azt viszonylag gyorsan, még a büntetés kiszabása előtt az érintett tagállam jellemzően mindig visszakozott. Tehát az, hogy eljutottunk oda, hogy van egy megállapított bírság, majd azon kell gondolkodni, hogy ez hogy lesz kifizetve, és mi történik akkor, ha nem lesz kifizetve ez egy tipikusan olyan terület, ahol nincs kialakult gyakorlat, mert nem sok ilyen eset volt, és az irányadó jogszabályok, például az alapító szerződések rendelkezései sem túl részletesek. Tehát, amit biztosan tudunk, és amit kimondhatok, hogy ilyenkor az a szabály, hogy az esetleg ki nem fizetett összeget, azt le lehet vonni az adott tagállam számára nyitváló uniós forrásokból. Ez az általános szabály. És akkor itt jön a kérdés, hogy Magyarország ugye egy speciális helyzetben van, mert vannak olyan uniós források, amik amúgy is föl vannak függesztve. Még nem hívtuk le őket. Ráadásul két különböző jogcímen. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta letiltási lehetőség, ez, mivel azt mondja az uniós alapító szerződések, hogy források tilthatók le, ezért ebből ki kell vonni, vagy ebben nem tartoznak bele például a kondicionalitás alatt letiltott, vagy felfüggesztett összegek, de én azt gondolom, hogy nem az én véleményem az irányod, mert a bizottság eldöntő, hogyan akarja ezt játszani, hiszen a végrehajtás az ő kezében van. A bizottság közölte most ezzel a levéllel, meg egyébként emellett is, hogy a magyar kormány ne gondolkodjon abba, hogy ezt így megússza, mert akkor, akkor itt letiltás lesz, hogy honnan, milyen alapokból? Na, az még egy előttünk lévő technikai kérdés. És mikor döntenek erről majd? Hát most a bizottság maga szabott határidőket. Én úgy gondolom, hogy a bizottság egyébként Házon belül már eldöntötte, hogy milyen irányba megy tovább, csak ez még nincs nyilvánossá téve. Egy másik témával is készültem, és szeretném megkérdezni a véleményét. Mert elég ijesztőnek hangzik elsőre, hogy az elmúlt egy évben több mint 2000, pontosabban 2300 külföldi embercsempénzt engedte ki a magyar börtönökből. Ez milyen jogszabály alapján történik, és hol vannak most ezek az embercsempészek? Mert ugye 72 órájuk van elhagyni az országot elviekben, de hogy ezt ki ellenőrzi, hogy ez megtörténik. Mi történik a szenvedők jelentkeznek a külföldön, hogy itt vagyok, sziasztok? Ugye ez hát, azért gond... érdekes ez az a probléma, mert ennek közvetlen Európai Uniós jogi kapcsolódása nincs. Tehát az, hogy a tagállamon belül a büntetőjogot hogyan alkalmazzák a tagállami hatóságok, annak nem igazán van kapcsolódása az Európai Uniós joghoz, ha szabad így fogalmazni, azt mondhatnám, hogy ez jelentős részben a szuverénnek a belügye, hogy ezt hogyan csinálja. És itt ugye a magyar jogszabályokról van szó, a magyar jogszabályok ilyen-ilyen ilyen módon való alkalmazása a magyar hatóságok által, amit látunk magunk előtt. Önmagában ebbe az Európai Unió nem nagyon szólhat bele. És érdemes tögzíteni, hogy ennek a ennek sokkal inkább megint egy ilyen belpolitikai kommunikációs célja van, semmint valami komoly policy vagy, vagy szakpolitikai építő, vagy, 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 stratégiai oka. Inkább arról van szó, és különösen ezeket a folyamatokat felerősítette például ez a nagy bírság, hogy a magyar kormány ugye arra a kommunikációs pályára helyezi magát, hogy Hát az EU ahelyett, hogy segítene nekünk a migrációba, inkább még hátba szúr, és akkor cserébe mi kiengedjük ezeket a csempészek, embercsempészeket, mert miért a magyar adófizetők etessék őket, miközben az Európai János Unió legek. minket hátba szúr. Igen. Most erre az Európai Unió részéről szerintem jogi reakció nem nagyon lesz, ami viszont politikai szempontból mindenképpen egy nagyon veszélyes móka ezzel kapcsolatban, hogy úgy nagyon nehéz lesz megkommunikálni azt, amit a kormány évek óta kommunikál, hogy mi Magyarország itt úgy védi a unió külső határait, mint a fene, amikor láthatóan belpolitikai kommunikációs célokból és okokból tömegével engedik ki az embercsempészeket a börtönökből, ez egy nagyon nehéz kommunikációs helyzet kifelé, kifelé, uh -huh. de a magyar kormány jellemzően nem kifelé kommunikál, hanem befelé a magyar polgároknak. De ugye rá azt mondták, hogy ez egy egyfajta reintegrációs intézkedés, hogy ez pontosabban mit jelent? Én a magam részéről nagyon nagy hív vagyok a reintegrációs intézkedéseknek, és hiszek a börtönöknek a reintegráció, rehabilitáló és egyéb funkciójában, mivel a jogászok között néha eléggé egyedül érzem magam, de azt azért rögzítsük, hogy ha valakit kiengedünk a börtönből, majd 72 órán belül kidobjuk az országból, akkor ott nem lesz reintegráció. Hát Tehát vagy ez van, az van vagy az van. Tehát kiengedjük, kidobjuk, akkor toljunk a reintegrációjára, mert akkor kidobjuk az országból. Tehát ez az a pont, amikor még a politikai kommunikáció is zavarossá válik. De ő otthon jelentkezik a börtönben, hogy itt vagyok, és akkor... Te elvileg a az a, szabály, igen, hogy akkor ő neki otthon... és akkor onnantól a két állam közötti büntető együttműködés keretében elvileg lehet ellenőrizni, Hát én nem fogadnék nagy összeggel arra, hogy ez nagyon hatékonyan fog működni. És ugye közben, hát ez nem vicces, de hogy a magyar embercsempészek pedig méltatlankodnak, hogy akkor őket miért nem engedik ki? Hogy itt ez most persze jogos a kérdésük, de hát azért mégsem lehet. Hát mert ők magyar állampolgárok, ezt. és őket nem dobhatjuk ki az országból. Tehát ez nagyon egyszerű a válasz. Ilyenkor lehet élvezni a magyar állampolgárság előnyeit, amit éppen most lehet, hogy nem élveznek. rájuk előnyeit. van pénz, ott nem túl fatak a börtönök ilyen Ők esetben. magyar állampolgárok ott akkor majd nem teheti meg azt, hogy megnézek hogy kire van pénz, hogy nem magyar állampolgár, nem lehet Magyarországról kidobni a fene egyemet, tehát ők mindenképpen maradnak, akkor őket már bent adják. Hát mondtam, köszönjük szépen, hogy itt köszönöm. köszönöm.